Életem bizonyos pontjain újabb és újabb hangszerekkel ismerkedtem meg. Igazából azért a citerával kezdtem el foglalkozni legelőször, mert az volt. Szakközépiskolába adott hozzám az egyik tanár, és azt mondta, hogy te Gábor, olyan jó nagy darab ember vagy, nem akarsz bőgőzni, úgy sincs bőgősünk. Van tangó harmonika is. Ez a több hangszeren való játék. Régen sokkal jellemzőbb volt, mint manapság. Igazából nem is szeretem azt a megfogalmazást, amikor azt mondják, hogy te egy bőgős vagy, vagy te egy brácsás vagy, vagy te csak egy citerás vagy. De végre ugyanazt a zenét játsszuk mindnyájan, ugyanazt a szekeret toljuk előre. Az igazából már mindegynek kéne, hogy legyen. Nem éppen egy helyben ülős munka ez sem, tehát ez a folyamatos vándorlás. Ott vannak a muzsikálások, ott vannak a felkérések, ugyebár a haknizás jelent. Majdnem, hogy hétvégéről hétvégére menjünk. Nagyon nehéz megtalálni ebben a szakmában a stabilitást, és fiatalon szerintem még nem is lehet. Remélhetőleg lassan megtalálom én is már azt a nyugalmat, amire vágyok, mert ugyebár nem egy nyugodt élet ez. De azért még a vándorlás nem szűn meg, szerintem még ehhez kell egy 10 év. Én zenész vagyok, és hogyha lesz még ilyen élethelyzet, akkor fogok még hangszeren tanulni.